Sziasztok! A videó előtt még el szeretném azt mondani, hogy ilyen videót még nem csináltam, úgyhogy lehet, hogy kicsit amatőr lesz, de azért megpróbáltam úgy összeszedni a dolgokat, meg megcsinálni a videót, hogy egy minimum szintet megüssön, úgyhogy a kritikus nézőknek úgymond kérem, hogy vegyék ezt figyelembe, úgyhogy jó szórakozást a videóhoz. Sziasztok! Nemrég kijött a Sárkányok házának első évadának első része, és erről hoztam egy ilyen kis bemutató per kritika videót. Jelenleg még nincsen sok magyar tartalom erről, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy én is elhozok egyet. Nyilvánvalóan szerintem senkinek nem kell bemutatni a Trónok harcát, mert ez a sorozat annak a sorozatnak az előzmény történetét mutassa be, pontosabban 172 évvel a Trónok harcának a története előtt, ugye. Kezdeném is a videót egy rövid bemutatással, illetve előzményekkel. Ugye azt már mondtam, hogy ez a sorozat a Trónok harcának az előzménye. Azt is, hogy 172 évvel ugye a Targaryenes per őrült király halálának a története előtt játszódik az egész. És nem mehetünk el amellett, hogy ugye a 8. évad az nagyon, de nagyon, nem elégítette ki a fanoknak, meg a nézőknek az elvárásait, tehát az egy úgymond az egyik legnagyobb sorozat történelmi fail, mind rendezés szempontjából, illetve a negatív ugye közvéleménynek a véleménye miatt. Ugye hát nem éppen ez lett a legjobb évada a sorozatnak, meg úgy az egész sorozat történelemnek. Ennek ellenére mégis szerintem ez a sorozat az év, meg ugye a sorozatok világában az egyik legjobban várt sorozat. Ezáltal ugye nagyon nagy az elvárás a sorozattal kapcsolatban, viszont meglepően tényleg nagyon úgymond magasra tette a lécet, és ezt meg is ütötte, és majd el is fogom mondani, hogy miért. Még mielőtt belemennék a negatívumokba és pozitívumokba, előtte szeretnék egy spoilermentes beszámolót a sorozatból, ugye az első évad első részéből, ugyanis még csak ez van kint, ezt lehet megtekinteni, és ugye, tehát egy ilyen kis, rövidke kis beszámolót a sorozatról, spoilermentesen, és ha akkor nézzétek majd tovább a videót, hogyha megnéztétek az első vagy első részt, vagy saját felelősségre, hogy fogtok hallani olyasmit, ami lehet, hogy spoileres lehet, de nem raktam bele a videóba olyan brutálisan nagy spoilereket. Amint mondtam, eléggé magasak az elvárások a sorozattal kapcsolatban, és itt meg is ragadnám azt, hogy felsorolom, hogy miket tudott, úgymond, miben ütötte meg a lécet, ugye? Hát azzal, hogy hű maradt a Trónok harcás hagyományokkal, tehát, hogyha valaki fél esetleg attól, hogy nagyban eltér a hangulattól, a sorozat világától, illetve védjegyeitől, azoknak nem kell félniük, ugyanis bőven tartogassák azokat az elemeket, amiket az eredeti sorozat, de emellé még újakat is fel tud hozni, úgyhogy tényleg senki sem fog csalódni. Illetve a karaktereknek a jelleme és kinézete, meg ugye az egész kisugárzása hasonlít ugye az eredeti sorozatban látottakhoz, szóval tényleg nagyon komfortosan érezheti magát a néző, ami nem egy negatívum, ugye. Főleg, hogyha ilyen nagy elvárásokkal ülnek le az emberek megnézni ezt a sorozatot, azért nem egy rossz dolog az, hogy nem egy teljesen újat látnak, hanem azért a megszokottat, de a megszokottból is a minőségi fajtát, nem pedig például a 8. évad végit. És akkor most jöjjenek a pozitívumok és negatívumok, amikben már lesznek egy-két spoileres utalások is. Az első pozitívum, amit mindenféleképpen kiemelnék, az az ikonikus zene, ugye a Game of Thrones-nak a ikonikus címdalának a felhasználása a háttér zenében, ugye, ezt nagyon jól bele tudták vinni, és a képi világhoz is nagyon illett, ugye, ahogy kezdődött a történet, és
ugye láttuk felülről a királyvárat. A második pozitívum, amit mindenféleképpen ki kell emelni, az a színészek. Nem is azért, mert olyan durva a színészi teljesítményük, hogy Oscart érdemelne, hanem azért, amit az előbb is mondtam, hogy hű maradt a sorozat az alapjaihoz. Tehát tényleg olyan beütésünk van, hogy egy Trónok harca adaptációt nézünk, olyan a karaktereknek a feelingje, beütése, stb., ami szerintem egy jó dolog. Persze azért voltak nagyon kritikus hangnemek is, például azzal kapcsolatban, hogy az egyik főszereplőnk, ugye Rhaenyra, most pontos nevet nem tudok mondani, de hogy a kinézetét kritizálták, és hogy Daenerys mellett, hát nem vehető egy lapon, de szerintem ez egy nagyon elavult, vagy hogy is mondjam, nem egy szép hozzáállás, hogy most egy színészt az alapján ítélünk meg. Színésznőt ugye, hogy hogyan néz ki, milyen ugye kinézeti adottságai vannak, és nem pedig azt vesszük figyelembe, mert az egy jogos kritika lehet, hogy igenis ez a színészi teljesítmény nem egy nagy, úgymond teljesítmény, hogy néz a kamerába, bamba képpel, és akkor belül ilyen tátott szája van, és akkor húha, hát ez aztán nagy teljesítmény. Ez még egy jogos kritika is lehet, de tényleg ez nem vesz el abból, hogy ugye a karakterek stb. Hűk maradtak ugye önmagukhoz, meg az eredetihez, mindenhez képest, és az pedig, hogy valakit, valamilyen színészt a kinézete miatt kritizálunk, az csak egy eléggé szélsőséges, és nem egy kulturált vélemény. A következő, amit kiemelnék, az a képi világ realisztikus, ugye itt is azt tudom ismét emlegetni, hogy hű maradt az eredeti elemekhez. Ugye képi világ alatt mit értek? Például, ha ikonikus ugye képi megjelenítéseket kéne mondanom, akkor a Vastrón és a Királyvár, de a tényleg úgy az egésznek a hangulata, a fények, és amit utólag is észrevettem, és ezt sokan nem veszik észre, de ez is bebizonyítja, hogy milyen részletes és kidolgozott egy-egy jelenet, az pedig a háttérben megbúvó varjú és madárhangok, amik tudom, hogy nagyon nevetségesen hangzanak, de nagyon sokat hozzátesznek az alap feelinghez, és ezt is nagyon eltalálták. A következő jó dolog, amit kiemelnék, az a lovagi torna, ugye a történetünkben. Ezt is nagyon jól kidolgozták. Igazán pörgősre sikeredett. Történelmileg nem a leghűbb, még a sorozat történelméhez képest sem, viszont tényleg nagyon-nagyon jó pörgős, és igazán durva lovagi tornát láthatunk. Ami mindenféleképpen minőségibbre sikeredett, mint ugye a Trónok harca évadokban megszokhattuk, és ez adott egy olyan pluszt, hogy ez már mindenféleképpen kielemendő. És az utolsó, amit ideírtam, az pedig az a dolog, amiért minden Trónok harca néző hálás és örül és megnyugodhat miatta, az pedig nem más, mint hogy a szokások megtartása. És hogy itt milyen szokásokra gondolok? Hát a Trónok harcában jól megszokott, ikonikus, úgymond hagyományos alapok, mint például ugye szex jelenetek, vagy akár a gyilkolás és az indokolatlanul néha nagyon kegyetlen és durva ugye megjelenítés, amit bőven megkapunk, tehát ezek miatt senkinek sem kell félnie. Hát azért vannak itt eléggé durva jelenetek, aminek én csak örülök, hogy nem került bele a sorozat egy olyan cenzúrába, ami miatt teljesen hiteltelenné válik, tehát itt tényleg félig leszakadt arcoktól kezdve, akár a levágott péniszig is eljuthatunk, és azt tudom, hogy ez elég durva lehet egy normál sorozatozónak, de azért a Trónok világa, azért valljuk be, nem ez a kategória. És most pedig következzenek a negatívumok, amik eszembe jutottak az első évad első részével kapcsolatban. Az első az, hogy Balerion a sárkány nincsen benne,
és most nem is azt mondom, hogy egyből az első vagy első részében legyen meg, viszont meg lett cáfolva, hogy benne lesz. És lehet, hogy csak én reméltem azt, hogy megkapjuk majd ezt a sárkányt, hogyha valaki nem emlékezne rá, vagy nem tudná, hogy ki ez a sárkány, ez a Trónok harcának, meg úgy az egész világnak a történetének a legnagyobb, ha jól tudom, a legnagyobb és legendásabb sárkánya, ugye Balerion a Fekete Iszonyat, aki ugye hát nagyon-nagyon tényleg legendás sárkány. Annyit kell róla tudni, hogy ugye ő volt a legerősebb, meg legnagyobb sárkány így a Targaryenek uralkodása során. Ugye fekete színű volt, és fekete lángokat ugye tudott csinálni, és elvileg a mérete, hát eléggé túlzással, de akkora volt, hogy az egész királyvárat beterítette. De azért, ha reálisan nézzük, azért a méretei nem lehettek ilyen durvák, de azért eléggé szemlélteti, hogy milyen lehetett az embereknek a látványa. És hogy miért biztos, hogy nem fog szerepelni a sorozatban? Hát azért, mert az évad végén láthatjuk ugye Balerion koponyáját, szóval valószínűleg nem fog szerepelni. Max visszatekintésekben, előzményekben, de lehet, hogy ilyenek nem is lesznek a sorozatban. És nem tudom, tényleg lehet, hogy én vagyok a hülye, nem olvastam előre az előrejelzéseket, hogy elolvastam fullra a sorozatnak a történetét, meg hogy mi lesz benne, de azért én ugye a Sárkányok háza, tehát ez a neve, és a sárkányok kiemelt szerepet kapnak, így azért egy backstory-ba, egy előzmény sztoriba azért szívesen látnám ezt a ugye sárkányt, hogy ezáltal is még minőségibb legyen, és többet lássunk belőle. Következő az, hogy ha nem látod a Trónok harcát, nem biztos, hogy érteni fogod. Ugye a sorozatot úgy próbálták beállítani, hogy ha nem látod a Trónok harcát, akkor is nézhető és élvezhető lehet, amivel úgy, hogy megnéztem az első részt, ezzel nem teljesen értek egyet. Ugyanis a Trónok harca sorozat ad egy olyan alapot, hogy amikor leülsz és megnézed az első részt, akkor nem az lesz a fejedbe, hogy akkor most ez ki volt, vagy hogy most mi, most hol vagyunk, meg hogy kik azok a Targaryenek, meg hogy honnan jöttek, meg hogy most akkor nem tudjuk összekapcsolni a történet szálat, hogy mi az, hogy 172 évvel a Trónok harca történetének a meghatározó eseményei előtt játszódik ez, és akkor fejben ugye helyre rakjuk a dolgokat, azért ezt még egy nem olyan brutálisan okos átlag néző is össze tudja rakni a dolgokat, de egy teljesen új néző ezt nem fogja tudni, és ezért ezt a negatívumokhoz sorolnám, viszont ez csak azoknak negatívum, ugye akik nem látták a Trónok harcát, de ezt esetleg szeretnék megnézni. Viszont semmi baj, ezzel nincsen nagy baj, ugyanis ezt ki lehet kiszöbölni, mégpedig ide most bevágok egy képet, egy nagyon jó magyar bemutató részletes videót bevágok, hogy ha ezt a videót megnézitek, akkor mindennel képbe lesztek, ami a sorozatban fog lenni. Igaz, elég hosszú, de részletes és nagyon minőségi, és emiatt is érzem magam kicsit szarul, hogy mi az, hogy én csinálok egy Trónok harca videót, amikor nagyon, de nagyon minőségi magyar tartalmak vannak a Trónok harcáról, illetve az ezt körül ölelő világról, úgyhogy, ja, megpróbálok elbújni. Emellett ez még egy pozitívum is lehet azoknak, akik ugye már régi nézők és régi követők, ugyanis valljuk be azért, ha megnézzük az első részt, azért ez a sorozat nem azoknak akar kedveskedni, úgymond nem azoknak akar megfelelni, akik újak, hanem a régieknek, ugyanis ugye megtartották a sorozattal kapcsolatos hagyományokat, illetve a jól megszokott dolgokat, amiket mi régi nézők nagyon is értékeltünk a sorozatban. És az utolsó, amit szintén láttam kritikákként, illetve negatívumokként, az pedig az, hogy a közelgő tél erőltetése az évad végén. Ugye ez Viserysnek a... így hívták? Valószínűleg valami ilyesmi, szóval a királyunknak, az aktuális királyunknak a vallomás úgy mond,
a Rhaenyrának, hogy mivel ő lesz a trónörökös, ő lesz a jövőbeli királynő, ezért elárulja neki a közelgő Tellről a nagy titkot, és hogy fel kell készülni, és hogy csak, ugye ezzel az a probléma, hogy ezzel meghazudtolja magát a trónok harca, azért, mert a jóslat szerint csak Targaryenek győzhetik le ezt, és úgymond a Targaryenekkel vészelhetik át az emberek ezt, meg mit tudom én, valami ilyesmi. Viszont ugye nem ez történt a trónok harcába, és emiatt még nevetségesebbé válik a 8. évad, meg úgy, ami előtte volt már. Viszont ez is egy kettőélű dolog, ugyanis lehet egy negatívum is, és egy pozitívum is, hogy mennyire zseniális volt a sorozat, meg úgy maga az író, mert ezt az ötletet ő tette hozzá a sorozathoz, hogy ezt így még rakják be a végére. Azért lehet ez egyben zsenialitás is, meg pozitívum is, mivel ugye, hát nem is a Targaryenek, úgy elbuktak a Targaryenek, igen. Ha fent maradtak volna, akkor ez a titok is tovább öröklődött volna, és ugye ez a jóslat beteljesedhetett volna, sorry. De mivel megszakadt, úgymond ez a jóslat, idézőjelben megszakadt, ezért a jóslat már nem él tovább. Szóval, ugye megtörténhetett az, ami megtörtént a trónok harca világában. Legalábbis a sorozatban, ugye. Hát ennyit erről. Szóval nézőpontok sokaságának kérdése az, hogy mit gondolunk, ugye pozitívumnak vagy negatívumnak. Összességében szerintem bőven elégedettek lehetünk, és izgalommal várhatjuk a sorozat folytatását, illetve a történetnek a tovább haladását. A videóban direkt nem emeltem ki még fontosabb szereplőket, illetve őnekik a szerepüket, meg hogy milyen is az ő alakításuk, ugyanis szerettem volna minél felületesebb és egyszerűbb példákkal ugye bemutatni az első vagy első részt, viszont ha még lesznek részek, akkor mindenféleképpen több szót fogok ejteni a többi karakterről, illetve az ő történetükről, meg szerepükről is. Úgyhogy köszönöm szépen a megtekintést. Hát, folytatódik a történet, amit már mindenki várt, úgymond, és örülhetünk legalább ennek, hogy valami jó irányba vitték tovább ezt. Szóval, igen, nem csalódtunk a trónok harcába, meg úgy az egésznek a világába, egy csodálatos dolog, és tök jó, hogy elhozták ezt a sorozatot. Úgyhogy, ja, hajrá!